Ez az a szójatermék, amivel trükköztek az áfacsalók, akikre most csaptak le a NAV nyomozói. A bűnbanda Szlovéniából, szlovák strómanok nevén lévő cégektől vásárolta azt a brazil szóját, amit itthon áfa nélkül adott tovább üzleti partnereinek. Nem először kell felelniük ilyen bűncselekményért. A korábbi esetben a jogosulatlan áfa visszaigényléssel dolgoztak, viszont most módszert váltottak, és most tisztességtelen piaci előny megszerzése volt az elsődleges céljuk, ugyanis pont ugye az áfa meg nem fizetésével versenytársaiknál jóval alacsonyabb áron tudták értékesíteni a terményt. Az elkövetők egy saját könyvelőirodát is fenntartottak, ennek keretében intézték az adminisztrációs teendőket, banki ügyintézést, EKR bejelentéseket és a továbbszámlázást. A céglánc alatt mintegy 500 milliárd forint kárt okozott a költségvetésnek. A szinte napra pontosan 2 évvel ezelőtti akció után a NAV nyomozói a napokban ütöttek rajtuk ismét. Az elkövetők a bűncselekmény miatt akár 20 év szabadságvesztésre is számíthatnak. Ugyanis bűnszervezetben elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalása vált a 3 férfival szemben. A nyomozók őrizetbe vették és gyanúsítottként kihallgatták őket. A pécsi járásbíróság a bűnismétlést is figyelembe véve elrendelte letartóztatásukat.